Tudtad, hogy légzéssel akár traumákat is feloldhatsz a tudatalattidból? Vajon mi fánterem a családállítás, mit csinál egy coach? Ezekre a kérdésekre is választ kaphatsz a Miben segíthetek című podcastemben, melynek során én, Dr. Juhász Tíme, a holisztikus coach, rák túlélő, számomra hiteles világi és spirituális segítőkkel beszélgetek az életútjukról és a szakterületeikről. Hát sziasztok, sok szeretettel köszöntelek titeket itt a Miben segíthetek podcast második évadjában, és hát Szántó Brigitta ül itt velem szemben. Brigi, vagy Brig, nem tudom, hogy mi az, ami... Ahogy tetszik, bármelyikre hallgatom. Jó, rendben. Én úgy ismertelek meg, és majd mondom, hogy miért ülsz itt, hogy igazából nem ismerjük egymást személyesen, most találkoztunk először, de én követtem a munkásságodat már elég régóta a Facebookon, de még nem voltam nálad egyébként ügyfélként. Viszont én nagyon szeretem a posztjaidat, és gondoltam, hogy hát próba szerencse, rád írok, aztán lesz, ami lesz. És nagyon meglepődtem, mert azt írtad vissza, hogy nem szoktál ilyet csinálni, de hogy nekem igent mondasz, és köszönöm, nagyon megtisztelő. Elmondanád, hogy miért tettél most kivételt? Mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi alapján... Érdekes, köszönöm szépen a meghívást. Nem tudom, ez egy ilyen belső megérzés volt, hogy a komfortzónámból egyet én is lépjek, mert hogy ha már írok róla, akkor azért szerintem ez rám is ugyanúgy vonatkozik, mint bárki másra, mert hogy én nem gondolom azt, hogy az a tevékenység, amivel én jelenleg foglalkozom, az arról szól, hogy magamról beszéljek. Uh-huh. És szóval, hogy én nem szeretném elterelni a tartalomról azzal a figyelmet, hogy magamra fordítom a figyelmet. Szóval, hogy ez nem, valójában persze rólam szól, mert én interpretálok valamilyen tartalmat, de valójában meg mégsem rólam kellene, hogy szóljon. Úgyhogy köszönöm szépen a meghívást. Igen, köszönöm, hogy ezt elmondtad, mert akkor, hogyha olyan kérdés lesz, hogy esetleg a magánéletedről nem szeretnél beszélni, akkor ezt mindenképp mondd, hogy ez most nem tartozik bele ebbe a podcastba. Bármit kérdezhetek? Bármit. Hát nagyon szépen köszönöm. Ilyenkor azt szoktam megkérdezni először, hogy milyen volt a kicsinek a Brigi? Hát nagyon intenzív. Anyukám szerint én nem nagyon tudtam menni, csak futni. És tulajdonképpen ez az energikusság, ez végigkíséri az egész életemet, és ez nem csak mozgásban valósult meg, hanem szellemi területeken is. Eléggé ilyen, hát nem is tudom, milyen szót használjak magamra. Szóval ez most is megmaradt, hogy minden érdekel. Tehát, hogy nagyon nehéz, és ez a mozgásban is ugyanez megfigyelhető, tehát hogy igazából most is nem vagyok egy szakbarbár típus, tehát az, hogy én most asztrozófiával, asztrológiával foglalkozom, az egy dolog, de ezen kívül még millió egy olyan terület van, ami baromira érdekel. És nem csak felszínesen, hanem valahogy úgy is alakult az életem pici gyerekkorom óta, hogy olyan szerencsés vagyok, hogy sikerült is több területre koncentrálnom, és tényleg úgy elmélyülnöm több dologban. Igen, és ez nagyon tudok kapcsolni egyébként, mert nincs annyi idő a világon, amennyi mindent én csinálni szeretnék, vagy tanulni. Onnantól kezdve, hogy kisgyerek voltál, és futottál, nem gyalogoltál, odáig, hogy ha jól tudom, akkor van egy közgazdászokleveled, egy irodalomtanárokleveled, művelődésszervezőként is végeztél. Ezen keresztül hogy jutottunk el odáig, hogy asztrológia és asztrozófia? Nincs olyan messze egyébként egymástól ez az út, bármilyen hülye hangzik, mert én pici gyerekkorom óta az egyik hobbim tulajdonképpen az olvasás volt. És azon belül is főleg a női lélek, illetve a kapcsolatok azok, amik foglalkoztattak. És aztán, amikor gimnázium után a pályaválasztásra került a sor, sőt, már gimnáziumban is én magyar történelem szakfaktra jártam, fakultációra, vagy nem tudom, hogy kell mondani, akkor így hívták, és igazából egyenes út vezetett oda, hogy én a kommunikációnak valamilyen területével akarok foglalkozni, főleg írással, vagy olyan területtel, ami ezzel kapcsolatos.
és olyannal, ahol azért a női lélek vagy a sors kérdésekkel tudok foglalkozni. És aztán, amikor felvettek bölcsészkarra, akkor olyan szerencsém volt, hát ez nagyon régen volt, fú, meg sem mondom hányban, 99, hogy abban a generációban, ami én vagyok, a kiváló, tényleg kiváló képességű emberekkel tanulhattam együtt, kiváló tanárokkal, és így be is szippantott az egész. Tehát, hogy én nem voltam akkor már útkereső, mert hogy ugye azt hallom, hogy a munkám során nagyon sok emberrel vagyok kapcsolatban, hogy nem tudják, hogy kicsodák. És hogy nagyon nehezen tárják fel magukban az emberek azt, hogy mi az, ami igazán lélekbe hívja őket, mi az, amit igazán örömmel csinálnak. Most én azon kevesek egyike vagyok, aki mindig azt csináltam, amit igazán szerettem volna. És ez most lehet, hogy nagyon hülyé hangzik, de tényleg így van. És nyilván én is átmentem gyerekkoromban olyan családi traumákon, beavatás élményeken, amik ide vezettek, hogy én lélektannal akartam foglalkozni, de valójában a szüleim támogatták ezt az utat. Tehát, hogy nekem nem volt olyan, amit sok embernél látok, hogy a szülő beleavatkozott a gyerek életébe, a pályaválasztásába. Tulajdonképpen nekem volt egy sport alapom, 12 év sporttagozat, ez közösségi labdajátékot játszottam versenyszinten, ez eleve már predesztinálta az, hogy ilyen közösségekbe gondolkodtam, és aztán, amikor bölcsészkarra felvettek, onnantól kezdve meg adott volt az, hogy azzal foglalkozok, amit igazán szeretnék. És abban az időben így, ha visszagondolok, én tulajdonképpen újságíró akartam lenni. Tehát, hogy én azért mentem bölcsészkarra, mert én akkor azt gondoltam, hogy én a kommunikációnak valamilyen formájában szeretnék dolgozni, és aztán úgy is alakult, hogy PR területre kerültem, de aztán a rendszer, mint olyan, azért engem is elég rendesen tépett az elmúlt 25 évben, tehát hogy azért mindig megtapasztaltam azt, hogy én mindig rendszeren kívüli maradtam valamiért, nem tudtam úgy asszimilálódni egy rendszerben, mint ahogy az elvárás lett volna. Szóval, hogy lökött ki a lelkem folyamatosan abba az irányba, hogy választok egy olyan területet, ahol igazán önállóan tudok dolgozni. És igazából, amikor erre a PR területre kerültem, ott volt egy nagy beavatásom, mert az első számú vezető, aki mellett dolgoztam, őneki volt egy természetgyógyász asztrológusa. Én akkor 24 éves voltam, tehát nagyon-nagyon fiatal, és aztán ez az asztrológus hölgy egyszer bejött az irodámba, megnézte a tenyeremet, illetve elkérte a személyes adataimat, amit egyébként akkor nem is tudtam, mert mint kiderült, anyukám 2,5 órát tévedett a születési időpontommal kapcsolatban, és aztán megnézte akkor horoszkópnak hívták, horoszkópomat, és olyan nagy hatással volt rám az, amit mondott, hogy onnantól kezdve elkezdtem a Mártához járni. Uh-huh. Szóval ez volt az első nagy beavatásom 24 éves koromban. És aztán évek múlva találkoztam egy másik hölgyel, mindez vidéken történt egyébként, tehát ez hány éve volt, ugye 23 évvel ezelőtt. Na most el tudjátok képzelni, hogy akkor vidéken mennyire hülyének néztek valakit, hogyha ilyennel foglalkozott. Na most ez a másik hölgy, őt pedig Katalinnak hívták, ő már nem él, vagy hát földi létben már valószínűleg teljesítette a szolgáltat, ő már nincs köztünk. Ő neki nagyon sokat köszönhettem, mert hogy hozzá el tudtam járni, havonta beszélgetni, és tulajdonképp így kezdődött az egész. De én abban az időben nem gondoltam még, hogy én ezt hivatásszerűen fogom tudni csinálni. És mikor jött el a fordulópont? Aztán ugye a bölcsészkar után úgy alakult az életem, hogy elvégeztem egy pénzügyi számvitelképzést, és bármilyen furcsa, ez sincs olyan messze attól, amiről eddig beszéltem, mert hogy én banki területen dolgoztam aztán 14-15 évet, és nagyon szerettem.
Mert hogy ott is megtaláltam pont azt a szegmest, ahol a humán és a reál érdeklődésemet tudtam ötvözni. Én ilyen kis és középvállalatokkal foglalkoztam. És hülyé hangzik, de abban az időben, abban a tudatállapotomban engem kielégített ez. Nyilván ugyanazokat a nehézségeket éltem meg, karmikusan ismétlődve, hogy a rendszerből kilógtam. Tehát, hogy nálam ez volt mindig is a visszatérő momentuma, hogyha így visszagondolok az életem folyamatára, hogy nekem abba kellett beleállnom, hogy saját rendszert hozzak létre. És egyébként ez hogy nézett ki, hogy te a rendszerből kilógtál? Hát rengeteg konfliktusom volt. Nagyon-nagyon sok emberi konfliktusom volt. Én az a személyiség vagyok, akit nem lehet befolyásolni. De én ezt már, tehát hogy én így születtem. Tehát hogy én nem ilyenné váltam, hanem ilyen voltam mindig. És azért a multiszektor nem nagyon szereti azokat a személyiségeket. Ez nem csak Magyarországon van így, hanem a rendszer az nem alkalmas arra, hogy az individuum megmutathassa önmagát. És nem azzal a rendszerrel van a baj. Tehát, hogy nekem is ez egy nagyon hosszú folyamat volt, mire rájöttem, hogy ugye nem a rendszerrel kell küzdenem. Én magam is ezen a folyamaton mentem keresztül, mert az a rendszer, ez nagyon sok embernek megfelelő. Nekem nem. Magyarul nekem kellett kilépnem a rendszerből. Igen, vagyunk így ezzel egy páran, csak én 3 éve jöttem rá erre, te pedig így az elejétől kezd, hát akkor tisztázódott le benned, de hogy ahhoz mi kellett, mert hogy sokan születnek szerintem úgy, hogy megvan bennük ez az, azt mondanám, hogy ilyen őserő, meg ősbiztonság, ami belőled árad. Igen, én is így fogalmaznám meg. És te meg tudtad tartani, mert vannak, akiket letérít ez meg az a pályáról, és hogy minek köszönhető vajon az, hogy te képes voltál megtartani ezt az őserőt magadban? Ez nem folytonos. Uh-huh. Tehát, hogy ez nem úgy kell elképzelni, hogy ez a nap 24 órájában rendelkezésedre áll. Ebben rengeteg munka van. Tehát, hogy ha valaki azt hiszi, hogy emberi testben van mesteri minőség, akkor az én jelenlegi tudati állapotom szerint én arra jöttem rá az elmúlt években, hogy ez tévút. Tehát, hogyha én olyan nagy mester lennék, akkor nem lennék már itt, nem lennék itt földi testben. És én azokat, akik megtisztelnek a bizalmukkal, akár tanfolyamokon, akár egyéni elemzéseken, én nekik is mindig elmondom, hogy akkor kezd valakibe kialakulni ez az ősbizalom, vagy hívjuk mesteri minőség, hogyha már nem kívül keresi. Na most ezt ugye, ezt mindig magam ellen mondom, mert ugye ez most úgy hangzik, hogy figyelj, ne gyere hozzám elemzése, mert én sem vagyok több, mint te. De valójában ez a valóság. Nem vagyok senkinél sem több. Én magam is ugyanazt a karmikus utamat, karmikus feladataimat járom, mint bárki más, ugyanis a földi létezés az egyik alaptézise, hogy a karmádat teljesítened kell. Igen, és itt beszélgettünk a szünetben, és gondolom ezért is mondtad, hogy te így nem igazán szereted, hogyha így nagyon ajnároznak, vagy úgy tekintenek rád, mintha valami nagyon különleges személy lennél. Én azt gondolom, hogy mindenki nagyon különleges, és nincsenek aláfölé rendeltségi viszonyok az én nézőpontom szerint, hanem tudatosságban vannak esetleg különbözőségek, de ez is azért van, mert a folyamatban, amiben mindannyian vagyunk, valaki egy picit előrébb tart, van, aki pedig hátrébb. De ez nem aláfölé rendeltségi viszony. Én azt gondolom, hogy a lélek pont egy ilyen patriarchális viszony miatt, amiből jövünk, ugye generációs minták óta, vagy a társadalmi berendezkedésünk óta, ez a patriarchális viszonyok miatt betegedtünk meg. És ez generációról generációra
örököltük tulajdonképpen. És pont ez a lényege az egésznek, és én magam is a saját utamon egy csomó olyan alternatív technikánál is rájövök arra, hogy nem biztos, hogy előbbre vitt az utam során, mert hogy pont azok a technikák, amik a patriarchális viszonyt akarják benned erősíteni, azok egy idő után rájössz, hogy tévút. Igen, és nekem volt egy ilyen megélésem, vagy posztom is egy ponton, hogy nekem az az érzésem, hogyha valaki már kiemelkedő mesternek tartja magát, és ezt is kommunikálja, akkor ez egyfajta, én ezt spiri egónak hívom, nem tudom, hogy ki minek, de hogy pont ezt erősíti, amit mondasz, ezt az aláfölé rendeltségi viszonyt. Igen, nem szerencsés belemenni ilyen, hogy is mondjam, utakba. Én magam is kilógok a spirituális közösségekből, azt gondolom. Nem véletlenül ez is egy tudatos választásom, hogy elkülönülök. De ez nem azért van, mert hogy én elkülönülök. Mert hogy ugye a különbözőségből megyünk az egység felé, én magam is, hanem azért, mert én magam is látom azt, hogy az elmúlt években nagyon-nagyon sokakat beszippantott ez a egyfajta tévút, hogy a spiritualitás az valami nagyon, nem tudom, elrugaszkodott, valami magasztos, valamilyen, nem tudom, milyen csiribiri dolog, holott én azt gondolom, és meg is tapasztalom a saját életemben, hogy nem lehet elválasztani az anyagsíkjától. Tehát, hogy semmit nem ér a szellemi tudás, hogyha valaki nem tudja anyagba önteni. És erre hívnám fel a figyelmet azoknak, akik esetleg most kezdenek ismerkedni bármilyen irányzattal, mert hogy minden irányzat ugyanazt jelenti. Tehát teljesen mindegy, hogy valaki az aszozófia, az asztrológia, a theta healing, a kineziológia, vagy bármely más terület felé keresi önmagát, vagy módszer által keresi önmagát, mindegyik ugyanoda vezet, a teljességet próbálja elérni benned. És hogyha az egód vezet benn, magyarul, hogyha megengeded magadnak ezeket az illúziókat, hogy van a tanító meg a tanítvány, most, hogy egy legalapvetőbb példát mondjak, akkor ez már önmagában sérül az identitás. Szóval, hogy erre meg kell tartani az embernek az értékét. És nekem is ez volt a kulcs, azt gondolom az utam során, hogy hiába vagyok én tanítványa valakinek, vagy tanítványom valaki, hogyha ebben már megjelenik egy értékrendbeli különbség, nem lehet közötte különbség. Igen, hogy végtére is mindenki egyszerre tanító és tanítvány önmagában, és hogy nem csak a kiválasztottaknak jár ez az út. Én azt gondolom, hogy a tanító addig hiszi magáról, hogy tanító, amíg nem talál egy nálánál sokkal magasabb rezgést, mert hogy mindenkinél van magasabb. Igen, és szerintem ez rettentő fontos, amit most mondtál, és annyira hálás vagyok. Ugye semmit nem beszélünk meg soha, előre az jön, ami jön. Azt mondtad, hogy szerinted ez a patriarchális berendezkedés tette beteggé a társadalmat. Mit értünk az alatt, hogy betegítette meg, hogy ez mit jelent? Én magam is abból a közegből jöttem, hogy ugye vannak a szüleim, a nagyszüleim, és akkor eleve van az idősebb bátyám, nekem egy bátyám, és én voltam a kisebbik gyerek. Ugye ez eleve egy hierarchiát jelent már társadalmi szinteken, mert ugye a család a legkisebb mikroközösség. Hogyha csak ezt vesszük alapul, ez a felépítmény, hogy van a legkisebb gyerek, utána jön a következő gyerek, aztán jön általában az anya, aztán az apa, aztán a nagyszülők, stb., ami természetesen létező dolog, viszont túl van misztifikálva. Én azt gondolom, hogy attól, hogy valaki később születik, mint az egyik felmenője, vagy a másik felmenője, attól nem biztos, hogy hülyébb. Sőt, a gyerek tanítani jött a szülőt. Azért jött, hogy a szülő megtanuljon felelősséget vállalni. Általában az a tapasztalatom, az a meglátásom, hogy akinek sok gyereke születik, őneki bizony van feladata a felelősségvállással. És nem véletlen, hogyha valakinek pedig nem születik gyereke. Ott általában két dolog van, vagy az, hogy karmát tör, tehát a vérvonalat nem viszi tovább, vagy az van, hogy
nincs dolga már a felelősségvállás ezen szintjével. Szóval, hogy a patriarchális rendszer, és itt mindig kicsibe kell gondolkodni. Tehát amikor társadalomról beszélünk, akkor kezdjük a legkisebb mikroközösségre, a családról. Sőt, hogyha most nagyon pontos akarok lenni, a legkisebb mikroközösség az a párkapcsolat. Mert hogy utána abból lesz majd ugye az utód. Szóval, hogy nem kell nagy dolgokra gondolni, amikor energetikáról beszélünk, mert ez az energia, amiben hiszel, ahonnan jössz, amit beléd ívódott a tudatalattidba, ami rögzült a családodban, ez határozza meg az életedet. És ezzel lehet ennek ellenállni, vagy nem ellenállni, de akkor is ez van. És erre előbb-utóbb mindenki rájön. Igen, és én azt szoktam mondani, hogy az ellenenergia az ugyanaz az energia, csak a spektrum másik oldalán, tehát az nem az éró, a semleges, és erre egyébként rendszeresen magamat is kell emlékeztetni. Mondtad, hogy ugye nem tudtál beilleszkedni a rendszerbe, ami nem a rendszer hibája, de hogy te saját rendszert alakítottál ki magadnak. Hol volt az a pont, amikor úgy gondoltad, hogy akkor jöjjön az asztrológia és az asztrozófia? Nekem ez 39 éves korom környékén jött el. Akkor volt egy olyan, hogy is mondjam, brutális krízis helyzetem, minden életterületemet érintő. Tehát a párkapcsolati hazugságaim összedőltek, az akkori élettársi kapcsolatomban teljes csőd állt be. A bankszektorban olyan változások történtek, amikkel nem tudtam már együtt haladni. Az családomban, az őseimmel való kapcsolatomban óriási problémák voltak. Szóval, hogy úgy minden a barátságaimban teljes leválás volt. Szóval, hogy minden életterületem egyszerre összeomlott. És én akkor egy évig táppénzen voltam, mert beaktiváltam a gyerekkori betegségemet, szóval nálam ez ilyen visszatérő, nekem a gerincem az, ami ilyenkor jelzi, hogy a középpontomból kiestem, ez visszatérő az életembe, és akkor ez olyan mély, hogy is mondjam, felébredést hozott, hogy teljes apátiában voltam. Tehát ezt úgy képzeljétek el, hogy hetekig nem jöttem ki a lakásból. Sőt, mondtam, a hónapokig. És kerestem közben magam. Nem vettem fel a telefont az anyámnak, nem akartam kommunikálni senkivel. De nem mondanám magam depressziósnak, hanem lehúztam a redőnyt. Tehát, hogy nekem szükségem volt akkor egy olyan belső útra, ami elindíthatott egy teljesen más irányba. És aztán a kreativitáson keresztül akkor kezdtem el hivatásszerűen bombon gyártani. Nekem az anyai ágam őstermelő, és tulajdonképpen ez adott egy olyan gyógyulási folyamatot, hogy azt a feldolgozott alapanyagot, amit az anyukám feldolgozott, azt töltöttük be az általam készített bombonokba, és ez az esztétikai érzékemet, a fókuszálási képességemet, a meditációs képességemet, és a tulajdonképp minden érzékszervemet, mind az öt érzékszervemet olyan szinten megdolgozta, hogy aztán saját magam külső segítség nélkül ki tudtam lábalni ebből a nagyon nehéz időszakból, és aztán elkezdtem egy asztrozófiai tanfolyamot mellé, a nyugati asztrológiai 20 éves tapasztalatom mellé, és aztán nem volt nagyon más választásom. Tehát, hogy arra az időre már annyi elemzést csináltam, hogy saját magamat gyógyítsam. Tehát, hogy azért felhívom a figyelmet, hogy aki ezzel foglalkozik, az elsősorban azért kezd ezzel foglalkozni, hogy saját magát gyógyítsa. Az írás ugyanez. Szóval, hogy ez nem másról szólt nálam, arról szólt, hogy én meggyógyuljak abból, amiből meg kellett, hogy gyógyuljak. És aztán ez a bombon, főleg a bombon volt akkor az irány, komoly szállodákba tudtuk őket értékesíteni, szóval nagyon, nagyon büszke vagyok erre, mert ez tényleg nagyon, nagyon sok munka és önfegyelem és alázatot
igényelt, hogy ebbe bele tudjunk állni. És aztán mellé fellépett az Asztrozófia is, és ami már teljesen átvette a szerepet, mert kiütött minden mást, mert akkorára nőtt, hogy igazából most ez foglalja el az idő nagy részét. Igen, és akik nem tudnak, mert hogy talán nagyjából tudják az emberek, hogy miről szól az asztrológia, bár szerintem itt is vannak azért homályos foltok, meg félreértések, de hogy az asztrozófia az mit akar? Az asztrozófia csillagbölcselet. Tulajdonképpen nagyban különbözik a sima nyugati asztrológiától, hiszen nem a 12 állatövi jegyet vizsgálja, hanem azt, amit a Jóisten az égre írt. Tehát az égi csillagképeket és álló csillagokat emeljük be tulajdonképpen a sorselemzésbe. Azt vizsgáljuk, hogy a 14 naputi csillagkép, mert ugye a nyugati asztrológia odáig jut el, hogy van 12 állatövi jegy, a valójában az 14, mert hogy a nap az útja során nem 12 csillagképet érint, hanem 14-et. A nyugati asztrológia pont a tejutat és annak energiarendszerét véletlenül kivette a rendszerből, hogy egy újabb rendszerről beszéljek. Nincs ezzel semmi gond, én magam is nyugati asztrológiával kezdtem, tehát ez nem kritika, csak azért azt kell látni, hogy ha a tejutat nem emeljük be a rendszerbe, akkor épp a szabad akarattal nem vagyunk tisztába. Vajon miért akarták tőlünk elvenni azt az információt, hogy az ember szabad akarattal rendelkezik, illetve isteni teremtő lény. Most ez egy költői kérdés, vagy nyilván mindenki tudja a választ. Szóval a tejút rendszer az egyenlő a szabad akarattal. És azért is pontos egyébként az, hogy mert mondtad, hogy 2,5 órával édesanyád nem tudta, hogy mikor születte egyébként. Ez nálam is így van, úgyhogy így majd ki fogom kérni a születésanyakönyvi kivonatomat. És akkor felteszem a kérdést, hogy miért fontos az a 2,5 óra? Hát ez a 2,5 óra, az sorsdöntő. Én magam is egy skizofén állapotban voltam hosszú éveken keresztül, mert hogy azzal az órával számoltam, amit az anyukámtól tudtam, és aztán ezen a már említett nagyon komoly évben, amikor úgy felébredtem igazán, ott volt egy véletlenszerű beszélgetésen valakivel, egy számomra fontos emberrel, aki nagyban újságolta, hogy Budapesten sikerült neki kikérni egy 50 évvel ezelőtti születési adatot, és úgy befészkelte a fejembe magát, hogy hát akkor mondom, én is Zalaegerszegen születtem, talán meg tudjuk szerezni Zalaegerszegen, és még 50 se vagyok, tehát azért nekem egyszerűbb a helyzetem. És aztán tényleg anyukám segítségével sikerült megszerezni, és szembesültem azzal, hogy tulajdonképpen megtörtént 40 éves koromban az újjászületésem. Na most ez a kórházi adat sem biztos, hogy exakt. Én például a saját munkám során rengetegszer tapasztaltam meg azt, hogy a kórházi adat sem stimmel. Volt olyan elemzésem, nem is olyan rég, hogy 40 perc eltérést találtam a kórházi adathoz képest. Szóval, hogy nagyon nagy felelősség. Nagyon nagy felelősség valakiről bármit is mondani. Mert hogy amilyen képletet vagy asztroszkópot felállítasz valakiről, az lehet, hogy meghatározza a jövőjét, a jelenét és a jövőjét. Hisz nálam is így volt. Mert hogy én azt gondoltam, hogy én XY az aszcendensem. És aztán kiderült, hogy egy egész jegyet tévedett az anyám. És nyilván közben éreztem, hogy itt valami furcsaság van, tehát hogy nem érzem magaménak azt a születési képletet, de annyira akkor nem voltam még felébredve. Erre várnom kellett, hát majdnem 16 évet, hogy tulajdonképpen rádöbbenjek arra, hogy nem is az vagyok. Szóval ezt azért hangsúlyozom, mert az sem véletlen, hogy mikor jutunk el egy információ birtokába. Valószínű, hogy én 16 évvel ezelőtt, amikor 24 évesen elkezdtem beavatódni az asztrológia folyamatába, én nem bírtam volna el saját magamat. Ez most baromi hülyén hangzik. Mert magadat kell valójában elbírnod. Szóval az életben a felébredés arról szól, hogy magadat elbírd, ami nem könnyű.
Igen, én ezért szoktam azt mondani, hogy akár terápiáról, akár bármilyen más segítői módszerről van szó, hogyha valaki még nem kész szembesülni magával, akkor az embert ne löködjük, hogy menjen és akarja, mert hogy annak lehetnek elég rossz következményei is. Nagyon egyetértek, nagyon fontos, amit mondtál, mert nem szabad megerőszakolni senkit az útján. És ez a szabad akarat lényege, ez a te út és annak energiarendszerének a lényege. Ez szülőként is felelősségünk, tanítóként is ez a felelősségünk, tanítványként is ez a felelősségünk, teljesen mindegy, hogy melyik szerepünkben, állarcunkban vagyunk. Valójában ez a lényeg, hogy hagyni kell, békén kell hagyni mindenkit. Ha beteg, akkor beteg. Azt is békén kell hagyni, mert hogy ő, ez a betegség, vagy fél egészség, ez valójában egy katalizátor élmény kell, hogy legyen valakinél. Senkit nem lehet meggyógyítani, semmiből. Ez megint egy alaptézis, és hogyha valakinek az a célja, azért jár terápiáról terápiára, alternatív segítőtől alternatív segítőig, hogy valaki helyette kiszedje a szarából, akkor ő illúziót kerget. Senki kívülről nem tud egy másik embert kimozdítani abból a sárból, ahova ő önszántából, szabad akaratból ment. Mert hogy bármilyen furcsa, ezt is szabad akaratból tesszük, bármilyen komoly katalizátor élményt is hívjunk életre. Igen, és most, hogy ezt visszahoztad, akkor én is behozom az én történetemet. Ugye én rákos voltam, és volt egy pont, ahol én köntösben ültem hónapokig otthon, és ezt elég rosszul viselte a környezetem, és a mai napig azt mondom, hogy akkor élt utol a lelkem, tehát én tényleg nem takarítottam, rendeltem az ételt, felkeltem és ültem, és én ezt ilyen részletgombnak mondom, vagy nem tudom, fehér lapnak, és hogy tök jó, hogy megosztottad, hogy neked is volt egy ilyen egy éved, mert hogy ilyenkor a külvilág azt érzi, hogy ez nem jó így, muszáj kimozdítanunk abból, amiben van apátia, depresszió, stb., ki minek nevezi, vagy ki mit állapít meg, milyen címként nyom rá, de hogy valamikor erre van szükség, hogy csak úgy legyél, és kibogozd azt, ami benned van. Hadd reagáljak egy picit erre, Timi, hogy igazából nekem az a tapasztalatom, hogy aki megmeri ezt engedni magának, ő hatalmas transformációt tud elérni az életében. Szóval, hogy én nem arra biztatok nyilván senkit, hogy élje meg a depressziónak a különböző fázisait, mert hogy itt lehet, hogy nézik az adást pszichológusok vagy pszichiáterek is, és engem zárnak be valahova, de valójában ez a lényeg, hogy, és ez mind a plútói energia, hogy azt tud igazán magasra emelkedni, aki megmeri élni a legmélyebb poklait. És ezt kellene az embereknek megérteni, hogy az élet az nem egy folytonos egyenes, hanem ha valaki tanult statisztikát, vagy matematikát, akkor függvény. Tehát ilyen. Föntlen. És amikor arról beszélünk, hogy jól vagyok, akkor ezt ugye könnyű kimondani. Mit jelent, hogy jól vagyok? Nem kell mindig jól lenni. És a spiritualitás lényege az, hogy úgy vagyok, ahogy vagyok. És megmerem élni minden egyes érzelmemet. Ha az szar, akkor a szart. És hogyha ez nem tetszik a külvilágomnak, hogyha ő ebben nem támogat, hogy én éppen apátiában vagyok hónapokig, akkor nem bennem van a hiba. Hanem akkor azt kell megvizsgálnom, hogy valójában a tükröm az igaz-e. Igen, és minden úgy van jól, ahogy van. Ettől függetlenül lehet segítőkhöz fordulni, de az nagyon fontos, amit mondtál, és én ezt szoktam mondani, hogy a munkát nem lehet kisporolni azért, mert van egy gurum, mesterem, vezetőm, és azért is fontos, hogy ez nem egy aláfelé rendeltségi viszony. Senki nem fogja kisporolni, helyetted nem csinálja meg azt a munkát, és úgy szoktam mondani, hogy ha a kaki felkavarodik a felszínre ilyenkor, tehát hogy ez nem egy sétagalop, és akkor elmegyek egy segítőhöz, és minden mosoly, és
nem tudom én mi, én azt is szoktam mondani, hogy az mindig gyanús, hogyha valaki folyamatosan boldogan és jó kedvel és jó energiákkal jön ki egy coachingból akár, lehet úgy is, de ha ez mindig van, akkor ott érdemes megnézni, hogy dolgozik-e egyáltalán, vagy hogy jó helyen dolgozunk-e egyáltalán. Igen. Én azt gondolom, hogy ez nem egy mindig egyforma dolog. És visszatérve a tapasztalati tudásra, ez pedig a Szaturnuszhoz köthető. Nincs más tudás. Tehát a spirituális út az nem csak szellemi út. És ez nagyon fontos leszögezni szerintem. Sokan vannak ebben az útvesztőben. Rengeteg olyan emberrel találkoztam az évek alatt, akik nálamnál sokkal olvasottabbak. Mindent elolvastak, amit el lehet. Bejárták Balit, Egyiptomot, mindenféle szakrális utakon ott voltak, fantasztikusan felkészültek akár előző életeikből, stb. A mindennapok szintjén viszont mégsem tudják élni. És én magam is erre törekszem, hogy az egyszerűbb, a kevesebb, az több. Szóval, hogy meg kellene találni azt a határt, és ez a Szaturnusz, amikor nem kell, hogy mindent tudjak, de amit tudok, azt megtapasztaljam az anyagban is. Ugyanis aki nem tapasztalja meg azt, amit itt tud, az nem fogja tudni, értékre váltani az életében. Igen, és nekem volt egy olyan évem, amikor én ezt úgy mondom, hogy én nagyon fönt voltam. Most ezt lehet pszichológiai is elemezni, nem szeretném, hogy pszichológiai ebbe belemenjünk. És hát a szüleim is azt gondolták, hogy én biztos szerek drogokat, vagy valamit csinálok, de nem, csak csatlakoztam. A feletteséneshez. Csak aztán közben rá kellett arra jönnöm, hogy nagyon szép és jó ott fönt lebegni, csak nem azért születtem le erre a földre, hogy ne legyek a matériában, mert hogy akkor én nem nagyon léteztem a földi létben, abszolút. Nem érdekelt semmi. Abszolút. De én nagyon jól éreztem magam közben. Igen. Csak rájöttem, hogy ez volt az én hitem szerint mielőtt jöttem, meg lesz talán utána, de hogy itt most nem azért vagyok, hogy fent lebegjek, mint egy lufi. Igen, vannak utak, amik tévútra vezetnek, de nem baj. Én is átmentem sok mindenen, megtapasztaltam az ikerlángot, rengeteg olyan tapasztalatot szereztem, amiről te is beszélsz. Nem baj, hogy megtapasztaltad, mert kívülről hiába mondja el valaki ezt annak, aki még lebeg. Volt ilyen elemzésem, azért merem ezt mondani, hogy őt is hagyni kell abban a fázisban, hagyni kell abban, hogy ő megtapasztalja, hogy ez az út hova vezeti. Na most ez nagyon nehéz, tehát ez egy baromi nehéz dolog. Nagyon nehéz elengedni valakinek a kezét, akit látod, hogy önsorsrontó. Ehhez kell igazából a tapasztalati tudás, a bölcsesség, mert, és ez a szeretteidnél tudod tréningezni. Én mindenkinek azt szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy jó, hiteles segítő legyél, ahhoz tanuld meg a mikroközegedben, a legkisebb közegedben a határt meghúzni. Ugyanis aki meg tudja húzni a vérszerinti családjában a határait, az bármivel szemben képes már rá. Nagyon durva, mert miközben beszélsz, én nagyjából 6-szor futott át a hideg a hátamon, tehát betaláltak azok a dolgok, amiket mondtál, és nagyon fontos igazságokat mondasz ki. Szerinted milyen a jó segítő, ha már itt tartunk? Van olyan, hogy segítő? Nagyon jó. Köszönöm. Nem hiszem, hogy én segítő lennék. Uh-huh. Tehát, hogy... Segíts magadon, és a Jóisten is megsegít, körülbelül ez az élet felfogásom. Ez most ugye nagyon hülyé hangzik, főleg azért, mert hogy azzal foglalkozom, amivel foglalkozom, de nem tudok segíteni rajtad, hogyha te nem vagy rá megérve. Tehát, hogy az egész onnan indul, hogy kölcsönhatás van. Ha nincs kölcsönhatás, akkor én lehetek a világ legjobb legmagasabb szellemi szinten lévő, legmagasabb érzelmi szinten lévő rezgése, nem tudom belőled kihozni a démonodat. Szóval
illúzió azt hinni, hogy ha elmegyünk egy külső emberhez, akkor ő bármilyen olyan technikát is alkalmazon, azonnal eredményt tud benned elérni. Ez egy nagyon hosszú út, amire ide az ember eljut. Tehát, hogy ahhoz, hogy benned elinduljon egy változás, természetesen szükség van ingerekre. Tehát, hogy én lehetek a te ingered, ha eljössz hozzám. Én meg tudom úgy nyomni a tudatalattidat, hogy esetleg úgy betalálok, hogy elkezd benned akár magától elindulni egy változás. De én nem tudok helyetted végigmenni az úton. Én erre azt szoktam mondani, hogy én adom meg a kezdőlökést, de hogy vannak katalizálók, vagy katalizátorok bizonyos helyzetekben, akik segítenek. Tehát, hogy igazából a segítő az bennünk van. Ugyanúgy, ahogy a mester, a segítő is te vagy. És a beérés, a felnőtté válás, az itt kezdődik. És nem azzal, hogy nagykorúak vagyunk, hanem azzal, hogy felelősen belátod azt, hogy a saját életedért egyedül te vagy a felelős. Senki más. Nem a szüleid tehetnek róla. Nem a gyerekkorod tehet róla, hogy te nem tudtad feldolgozni. Nem a párod tehet róla, aki bitangul, rosszul bánt veled. Ezeket mind te engedted meg magadnak. És bármilyen furcsa, ez gyerekkorunkban is így van. A gyerek is azért születik oda, ahova születik, mert azokon a beavató élményeken keresztül van esélye megfejlődni a sors feladatát. Az, hogy képes-e megfejlődni, az már más kérdés. És hogyha te nem vagy segítő, akkor te ki vagy? Hát én nem tudom ezeket a címkéket. Uh-huh. Nem is kell címkézni. Nekem voltak névjegykártyáim annak idején, de nem nagyon osztogattam. Mert szóval már amikor versenyszerűen dolgoztam, akkor se. Tehát, hogy én ez, nem tudom, én ilyen, nem tudom, ez nagyon érdekes kérdés, ez bennem is felmerül már párszor, hogy minek nevezném magam. Nem tudom, én így nem tudom beskatujázni magam. Nekem erre van egy kedvenc versemnek az eleje, Virginia Satir egyébként, hogy én vagyok, se több, se kevesebb. Igen. És folytatódik amúgy tovább, de hogy ez nekem mindig a fülemben hangzik. Igen. Én az is ezt szoktam mondani a hozzám közel állóknak, hogy én most ezzel foglalkozom, de hogy egy év múlva, vagy két év múlva én hol tartok a saját utamon, én azt nem tudom megmondani. Igen, mert ezek csak címkék, vagy ének, vagy... Szóval, hogy én ugyanúgy a folyamatomban vagyok, mint bárki más. Nem tudom megmondani, hogy egy év múlva mivel fogok foglalkozni. Általában én addig csinálok mindent, ameddig örömöt okoz. Igen. Szóval, hogy én nekem semmi más nincs az életemben, hogy én azt keresem, ami emel. És amikor azt érzem már, hogy valami nem emel, akkor én megkeresek egy teljesen más dolgot, amitől én boldog vagyok. Mert hogy én azt gondolom, hogy akkor tudok adni másoknak, hogyha én ezt szeretem csinálni. Igen, és hogy merjünk kilépni abból, amit eddig csináltuk meg, akiknek eddig hittük magunkat a tudat szintjén. Ez is, igen, szerintem nagyon fontos. Igen. És mondtad, hogy a sors feladat szó, ugye, megütötte a fülemet. Hogy az asztrozófia segíthet benne, hogy megtudjuk, hogy mi a sors feladatunk? Hogyne. Bár ezt is nagyon a helyén kezelném. Szóval, hogy nagyon kell vigyázni arra, hogy ne befolyásoljunk senkit. Mert az egy dolog, hogy én látom azt, hogy amikor valakinek az életében, vagy születésekor, bocsánat, delelt a nap, az ugye a korona csakrának megfelelő helyet mutatja, ott tudunk az univerzummal összekapcsolódni, hogy mi volt a vezérlő csillagképe. Tehát azt látom, hogy mi volt. Na de az, hogy hogyan érzékeli ezt a minőséget, azt nem látom. Most mit tudom, mondok egy példát, mondjuk az Andromédát. Valakinek Androméda volt a vezérlő csillagképe születése pillanatában. Ő neki elvileg a sors feladata az áldozatból születő áldás. Vagy az anyasebb gyógyítása, hogy egy népszerűbb témát említsek, hogy neki vélhetően az anyasebb gyógyítása
az, ami előre viszi ebben a reinkarnációjában. De ez sem biztos, hogy igaz. Magyarul nagyon fontos, hogy ne skatujázzunk. Nem tudhatom, hogy az, aki hozzám fordul, ő ebből a mitológiai történetből, amit egy csillagkép jelképes szimbolizál, ő ebből mit él? Nem tudhatom. Ezért, bocsánat, azt mondani valakinek, hogy neked ez a sors feladatod, hatalmas felelősség. Igen, épp azt akartam mondani, hogy ez a determináció, ez nagyon veszélyes tud lenni, és én azt szoktam érezni, meg mondani, hogy ha valaki segítő 100%-ra biztosra állít valami hasonló dolgot, akkor én onnan el szoktam jönni. De ez csak az én megélésem, csak hogyha valaki azt mondja, hogy már pedig 150%-ig így van valami, akkor igen, engem is próbálnak mindig berakni valamibe, hogy én ilyen vagyok, meg olyan, meg amolyan. Itt a spirituális utamon is voltak nagyon komoly, hasonló jellegű tapasztalataim. Nyilván ezek rólam szólnak, mert ami a külvilágból visszatükröződik, az mindig rólad szól. Szóval, hogy az én skatujámat kell akkor tágítanom. Ami kint, az van bent, és fordítva. Igen. Hogyha megkérdezném azt, hogy 80 évesen milyen leszel szerinted, akkor milyen kép rajzolódik ki előtted? Most én nem akarok ilyen nagy magasztos szavakat használni, de hogy nekem valahogy gyerekkorom óta az, ami így hív igazán, az, hogy jó ember legyek. Uh-huh. Ez most ugye megint ilyen lerágott csont, hogy mit jelent jó embernek lenni a jelenkor társadalmában. Ezt nagyon nehéz megfogalmazni, mert hogy ez így belülről van. És én szerintem akkor leszek igazán teljes ember, hogyha ezt így annak érzem. Én erre csak annyit szoktam mondani, de ez megint én vagyok, hogyha azt érzem, bocsánat, ez csúnya lesz, hogy nem köptem szembe magamat, és álltam alá akkor. Vagy hogyha mégis akkor tudtam érte felelősséget vállalni, akkor az nekem rendben van. Igen, de ugye ez a jó is. Mi az, hogy jó? Mert ugye a jó meg a rossz az egyet jelenti. Igen, nincsen a világon jó vagy rossz, csak a gondolkodás teszi az. Valójában inkább úgy fogalmaznám meg, hogy a múltamból, a régmúltamból szeretném kitisztítani azokat a dolgokat, amikre azért nem vagyok büszke. Mert hogy földi testben mindenkiben rengeteg démon van. Tehát, hogyha valaki azt gondolja, hogy én egy patyolat tiszta ember vagyok, akinek nincsen a múltjában, vagy a régmúltjában, előző életében olyan fekete folt, amire nem vagyok büszke, akkor ez nem igaz. Mindenkiébe van. És ennél jobb végszónk nem is lehetne, hogyha valaki szeretne hozzád menni elemzésre, akkor hol talál meg téged? Van egy Facebook oldalam még, hogy meddig azt nem tudom, mert már túlnőtte a kapacitásomat. Ez a kiteljesedés útján Szántó Brigitta, ez a neve. A honlapomon ott mindenképpen www.szántóbrigitta.hu. És talán ennyi. Esetleg még a YouTube csatornám az elképzelhető, hogy fejlődni fog, növekedni fog, ahogy a kapacitásom engedi, meg a kedvem, mert hogyha a kedvet érzek hozzá, akkor mindenképpen. De én ezeket az internetes elérhetőségeket annyira nem kultiválom. Uh-huh. Szóval, hogy nem véletlenül van a Facebookon is letiltva a hozzászólások fül, mert hogy egymagam kezelem az oldalt, tehát hogy véges ez a kapacitás. De az a lényeg, hogy meg lehet téged találni, hogyha valaki szeretne. Meg, igen. Hogyha egy utolsó mondatot mondanál a nézőknek, hallgatóknak, akkor mi lenne az? Nagyon örülök, hogy eljöttem. Tényleg. Sokan hívtak az elmúlt években mindenféle beszélgetésekre, meg szereplésekre, meg előadásokra, ahol jó sok ember előtt kellett volna beszélni. De szóval, hogy a megérzéseim jók voltak, úgyhogy most egy darabig biztos, hogy nem fogok ilyet vállalni, de nagyon köszönöm, tényleg nagyon jól éreztem magam. Hát még én nagyon köszönöm, és annyit tényleg kérlek, engedj meg, hogy azért tényleg nagyon megtisztelő volt, hogy itt voltál, és nem úgy, mint egy mester, hanem úgy, mint te.
meg igen. Én, de nagyon hálás vagyok, és én nagyon is. Hálás vagyok, hogy ide hozott az utad. Igen, és kívánom, hogy ez a beszélgetés a te utadon is segítsen téged. És még sok mindenki másnak is segítsen, én azt kívánom, és hát nézzetek minket, hallgassatok minket minden pénteken 6 órától a nagy podcast megosztókon, és nézzetek a YouTube-on. Legyen szép napotok, nagyon szépen köszönöm, sziasztok! Én is köszönöm, sziasztok!